Tisztelettel köszöntöm valamennyi megjelent kedves vendégünket, ünnepi képviselőtestületi ülésünkön. A mai napon kerül sor az önkormányzat által adományozott Balatonszepes bérkitüntetés, valamint a Balatonszepes község díszpolgára kitüntető cím átadására. Balatonszepes község önkormányzata képviselőtestületen 2009. május 21-i zárt ülésén a község közéletében nyújtott tevékenysége elismeréseként Balatonszepezdét kitüntetésben részesítette Zsordos János urat. Ugyanezen a napon közéleti munkássága elismeréseként Balatonszepezd község díszpolgára elismerő címet adományozott Gosztonyi András részére. Elsőként felkérem Csizmegye Kenéz urat, és köszöntse szavalatára az elismerőbeli vendégeket. Szeretettel köszöntök mindenkit, és főleg az ünnepelteket, és gratulálok neki. Szabó Lőrincnek egy olyan versét hoztam el, amely ma is aktuális, és kontrasztként állítja elénk azokat, akik csak beszélnek a tettről, és azokat, akiket ma mi is ünneplünk, akik értéket hordoznak az életükkel, és gazdagítják, gyarapítják a körülöttük lévő életét is ezzel. Szabó Lőrinc, hazám! Nem faluba, nem Budapestre, és nem csak magyarnak születtem. Félföldre süt a nap felettem, félfölddel együtt fed az este. Tanítom minden, ami él, apám, a múlt egész világa, s addig terjed hazám határa, ameddig az agyam elér. Nagyon szegény, ki büszkeségét más érdeméből lopja ki, s ripacsként a mellét veri azért, ami helyette érték. Én azt szeretném, ha hazám e föld, hol mindent, ami ember, vágytam példázni életemmel, lehetne egykor büszke rám. Ezekről a gondolatokról gratulálok. Kedves János, Balatonszepes községben hosszú éveken keresztül képviselte a szőlőtermelő gazdák érdekeit, mint a hegyközség hegybírója. Mindenkinek segítségére voltál, mint vállalkozó fuvarozás ügyekben, és ami a leglényegesebb volt, segítettél minden erőddel a község Szentdisz csatornázásának kiépítésében, mint a Szentdisz társulat elnöke. Részt vettél rendezvényeink kiszolgálásában is. Én remélem, hogy a következő években is még segítesz mindenbe, és ehhez az Isten adjon neked egészséget is. Kedves Jani, a sokrétű tevékenységet elismerését díjazta a munkának a képviselőtestület a civil szervezet javaslatára. Én kérlek, fogadd megbecsülésünk jeléül az ezüst kitüntetést, a hozzájáró oklevelet és a helenni vázát. Megköszönve a helytállásodat, további eredményes munkát magánéletedben, neked, családodnak és jó egészséget kívánok. Jánoska. Tegyen oda le a és szerény kis ajándék. Én nem tudom, hogy lenne jó azért, hogyha megmutatnál. Képjük meg egy hölgyet majd, az, aki megmutatja. És ha megengedett, tervas feleséget. Köszönöm szépen. De várjál, majd a lány, légy szíves, Jókas. Vigyázz, mert... Thank you.
Köszönöm. Vadászatra ne vigyed ki, mert csillog a vadakára. Tiszteltem, megköszönöm az önkormányzat nevében mindazokat az elismeréseket, amelyeket most értem, amely rendelkezésre bocsájtottak. Megköszönöm a csatornami társulat nevében, az önkormányzatnak, a képviselőtestületnek, a javaslattevőnek, az öregek, illetve az idősek, Károly Ferenc barátunknak, a nyugdíjaskor vezetőjének, aki javasolta, hogy részesítsenek ebbe a kitüntetésbe. Én azt úgy érzem, hogy ez egy csapatmunka, gyakorlatilag már ha nem lettek volna mögöttem segítőtársak, akár a csatornok társaság munkásságával, akár a hegyközségi munkám végeztével, megkaptam minden támogatást az önkormányzattól, tehát így tudtam eredményesen képviselni a községet. Még egyszer megköszönöm ezt a elismerő kitüntetést, és az önkormányzatnak, a képviselőtestületnek is jó erőt, egészséget kívánok a elkövetkezendő munkájukhoz, sok sikert. Köszönöm szépen! Most nem kérlek Károlyi Ferencet, az Őszigyék nyugdíjas kupának, hogy javaslat tegyék, hogy méltos az Ákos János az értelmet. Egy magyar állampolgár, aki nem csak él, illetve lakik a kedves településen, hosszú évekig az építkezők táborának kiszolgálója volt. Nehéz feladatot vállalt, de tudta, hogy ilyen irányú segítséget minden igénylő szívesen fogad. Hegybírónak munkájára nagy szükség van, volt a településünkön. Felügyelete alá tartozó területen a gyümölcs és a szőlő területek védelme, hegyi utak járhatósága és még sok minden más volt a feladata. Neve még jobban ismerté vált, mikor a Szent Víz Társulás elnökeként harmadik ütem megépítésén dolgozott sikeresen. Községi rendezvényeinken farsang, zsíros kenyérparti születi becsületesen helyt áll. Nyugdíjas klubnak hosszú éveken át támogatója volt, mert látta és tudta, hogy egy társadalmi szervezetnek szüksége van valamilyen segítségre. A sok szorgalmas munka után aztán sajnos jött a váratlan szigorú sors, elvette munkakedvének és fizikai tehetségének legnagyobb részét, de még mindig életvidám, szívesen emlékszik vissza a régi dolgos időkre, társadalmi munkákra. Mindenek után állítom, hogy a képviselőtestület jól és igazságosan döntött. Ez az ember megérdemli a kitüntetést. Zsoldos János, gratulálok!